Az egész tanévben ünnepel a Kölcsei Iskola diáksága és pedagógus kollektívája. Szószoros értelmében jeles ünnepet ül, hiszen 55 éves a Kölcsei, a Kertvárosi Általános Iskola egyik feladatellátási helye, és az 55 az csupa 5-ös, tehát innentől is jeles az ünnep. A augusztus végén kezdődött a programunk, a nagy osztály, illetve iskola találkozóvá nőtte ki magát ez a program. A mai napon pedig egy olyan gálaműsornak lehetnek tanúi valamennyi meghívott vendégünk, illetve szülők, rokonok, ismerősök, amire az iskolások készültek köszönteni az alma máterüket. Verset mondanak, énekelnek, színdarabot játszanak, táncolnak, paródia, humoros jelenetek, minden, ami belefér egy iskolai életbe, és egy olyan színes, változatos műsorba, amivel lehet köszönteni egy intézményt. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta feladata és ez a fajta szerepe, amit 21 évvel ezelőtt nyitott az akkori igazgatóasszony Győrvári Kálmánné és a helyettese Bondorni Albarelli Zsuzsanna, tartjuk a hagyományokat, nagy igyekezettel, nagy hagyományőrzéssel próbáljuk továbbvinni ezt a csodás kezdeményezést. Az, hogy az iskola több mint fél évszázadon át ilyen kiválóan működött, nem csak a tehetséges diákoknak, hanem a lelkes tantestületnek és az aktív, összefogó szülői munkaközösségnek is köszönhető, mondta köszöntőjében a polgármester. Megkerülhetetlen Kertváros életében a Kölcsei iskola, hiszen szinte egyidős a lakótelep, vagy a Kertvárosnak az építésével, hiszen körülbelül ekkor kezdődött el itt a bányászakásoknak az építése, beruházása, és ahhoz előbb-utóbb annyian éltek már itt, hogy iskolát is kellett az itt élő gyerekek számára nyitni, és a Kertvárosban felnövő fiatalok tatabányaiaknak meghatározó intézménye, kiinduló pontja volt a Kölcsei iskola, amire mindig lehetett számítani. Az önkormányzat a városi intézmény felújítási program keretében nyáron a vizes blokkokat újítja fel az intézményben, mondta Schmidt Csaba, majd a jubileum alkalmából az évet legjobban záró osztály termének teljes felújítását ajánlotta fel. A Kölcsei Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány, valamint Magyarné Kocsis Andrea, a városrész önkormányzati képviselője, további 100-100 ezer forintot ajánlott fel az iskolának, amelyből tornaszobát alakítanak majd ki a jövőben.